Habár a legtöbben arra tippeltünk volna, hogy egy jó tesztjátékidővel örvendeztet meg minket a második rész, úgy tűnik, mégsem lesz olyan hosszú. A Doctor Strange az őrület multiverzumában új előzetese arról árulkodik, hogy a film még annál is izgalmasabb lesz, mint gondoltuk, az Egyesült Államokban pedig már lázban égnek a rajongók, hiszen bejelentették, hogy rövidesen megkezdődik az előzetes jegyvásárlás a mozis előadásokra. Eddig minden jel és pletyka arra utalt, hogy a Doctor Strange 2 a Marvel Univerzum eddigi leghosszabb filmje lesz, és több oldalon is úgy tüntették fel, hogy valahogy 136 és 148 perc között lesz a játékidő, most azonban kiderült, hogy mindössze 126 perces lesz a film. A Benedict Cumberbatch által megformált Doctor Strange igen komoly kalamajkába keveredett a legutóbbi pókember film cselekményében, miután Peter Parker a segítségét kérte, hogy az emberek elfelejtsék, hogy valójában ő pókember. A dolgok azonban egyáltalán nem úgy alakultak, ahogyan azt eltervezték, és a multiverzum őrületébe csöppentek, s bár sikerült lezárni a történetet, Strange elég nagy bajba keveredett, amiért babrált a multiverzummal. A Doctor Strange második része pedig ott kezdődik, ahol a pókember nincs hazaút végződött, Doctor Strange-nek ugyanis meggyűlik a baja a felsőbbrendű hatalommal, akik szerint felelnie kell tetteiért. Strange ezért az egyik legerősebb Marvel figurához fordul segítségért, Wanda Maximoffhoz, hogy felvegyék a harcot a multiverzumban leselkedő veszélyekkel. Habár az előzetesek alapján azt gondoltuk, hogy ennyi történés nem férhet bele egy kétórás játékidőbe, a legfrissebb hírek szerint mégis megoldották, annak ellenére, hogy a pókember nincs hazaút is 148 perces játékidővel dolgozott, és valójában épp hogy belefért minden, amit szerettek volna megmutatni az alkotók. Ha a másik oldalról nézzük, akkor viszont ez egy erőteljes jelzés arra vonatkozón, hogy mindenféle felesleges töltetékjelenet nélkül érkezik majd a második rész, ennél pedig nem is kaphatnánk jobb hírt.